Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes dolgot szeretnék bemutatni mindenkinek, de előtte jöjjön a kockázati figyelmeztetés. Ha olvassátok a blogomat, már sejtitek, hogy miről fogok beszélni, az XATK nevű kis scriptről, kis programocskáról. Mi ezzel a probléma? Miért jön kockázati figyelmeztetés? Azért, mert ő egy Python 2-es, azaz körülbelül 2 éve nem használt programozói nyelv régebbi verziója, azaz előfordulhat, hogy nálad a te Linux disztribúciódban ez nem található meg, vagy nehezen telepíthető, vagy összebarmolja az egész rendszeredet, hogyha megpróbálod felcsatlakoztatni, feltelepíteni, bocsánat, így pontosabb, a Python 2-es rendszert. Ezt a nyelvet, hát bizony már a 3-as, 3 egész akárhányos verziót használják, ez kifutott. De ez a script ebbe van megírva, én átírni nem tudom, de nagyon megtetszett, és arcsalapon nem jelent gondot, mert elég intelligensen kezeli, hogyha több, sok, akármennyi Python verzió van fent, és ezzel szépen tudunk variálni. Azaz, miről is beszélünk? Miért is érdemes használni ezt a kis scriptet? Gyakorlatilag ablakváltásnál két lehetőségünk van, az egyik fogod az egeret, ide mész, rákattintasz, és ő lesz az aktív, ide mész, rákattintasz, és ő lesz az aktív. A másik megoldás természetesen az, hogy valamilyen billentyű kombinációhoz kötsz egy olyan programot, vagy hogyha bent van az asztali felület, vagy esetleg ablakkezelődbe, hogy megnyomod mondjuk az alt és tab gombot, és körbejár, tehát ide-oda léptet szépen körbejártatja az aktív ablakot, azt kijelöli ki, amelyik a következő, vagy esetleg különböző billentyű kombinációkkal tudsz váltani az alattam lévő következő, vagy jobbra lévő, felette lévő ablak legyen aktív, természetesen ez a te ablakkezelőd beállításától függ. Oké, ez mind jó. Tehát lehet billentyűről is vezérelni, meg lehet vezérelni egérrel is, de nekem az lenne a legkényelmesebb, és ilyennel ritkán találkozok alap esetben, hogy megjelölt ablakra rögtön odaugorjon. Mit csinál ez az XATK nevű eszköz? Minden fejlesztve, majdnem mindegyikbe, berak egy betűt. Egy betűt, egy két perjel közé bejelölt kis betűket, mondjuk az Y-t. Azért Y, mert egy jad felületű script, egy kis programocska az, ami itt van, éppen Y, itt pedig egy N betű van. Ha ide megyünk, akkor itt lehet látni, elhúzom, hogy lehessen is látni, a Z betű jelzi ezt a terminált, és én gyorsan szeretnék váltani, például a Mabox Control Centerre megnyomom a Windows, úgy is hívják, hogy szuper, és az Y-t rögtön odaugrunk. A következő, most irogatni akarok, Control és N, és ide ugrik, és nekem ez nagyon kényelmes, körbe tudom járatni, úgyhogy egyikről a másikra pontosan odaugorjon, nem kell körbe menni, vagy azt nézegetni, hogy alatta van, felette van, jobbra van, vagy egyéb. Ami nagyon kényelmes, bár ez a panelnak a tulajdonsága, hogy a teljes fejlécet beírja ide a panelra, tehát itt a panelnél is, ha úgy van beállítva, látom ezt a betűt, azaz hiába van mondjuk ez az ablak takarásba, hiába van ez az ablak most takarásba tettem, látom a Z betűt, Ctrl Z, és elő fog ugrani, és ő lesz az aktív, mert a terminálba ebben a pillanatban tudok írni. Ez kényelmes dolog. Igen, ahogy mondtam, ez egy Python script, be kell állítani, telepíteni kell, illetve fordítva természetesen telepíteni kell, és testre kell szabni. Oké, elmondtam azt, hogy azért gondold át, olvas utána, inkább úgy mondom, hogy a Python 2-es régi programozói nyelvet hogyan kezeli a te modernabb disztribúciót, mert gondjaid is lehetnek. Nekem Arch alatt, Manjaro Arch alatt nincs gondom ezzel, tehát én azt tudom mondani, hogy ezen nekem működik, de hogyha neked nem működik, akkor ne engem légy szíves szidni, hanem saját magadat, mert esetleg nem kérdezted meg fórumon, hogy a adott disztribúció alatt a Python 2-es scripteket, illetve ennek a futtatási környezetét hogyan értelmezi, hogyan használja a te disztribúciót, lehet, hogy komolyabb gondjaid is lehetnek, tehát szétbarmolja a rendszeredet, ha feltelepíted. Nekem Arch alatt
illetve Manjaro alatt nem volt semmi gondom. Hát bizony a telepítése nem egyszerű, mert nyilvánvalóan mindenki, aki árcsot használ, gyors sebességgel felmegy az aurba, megnézi, hogy ott van az XATK, és akkor paruval megpróbálja, jajjal, vagy egyéb dologgal megpróbálja ezt telepíteni, hát bizony ez nem fog működni. Azt, hogy grafikus felületről tesz telepítést, azt meg alapból el kell felejteni, aurból véleményem szerint, meg egyéb helyekről is. Úgy gondolom, hogy legkényelmesebb az, hogyha te terminálba telepítesz. Oké, nem is ez a téma, értelemszerűen arról beszélünk, hogyan lehet felvarázsolni. De hát, hogyha elindítod azt, hogy telepítsd már föl, légy szíves, te program, az XATK programot az aurból, ő azt fogja mondani, hogy ilyen függőségek nincsenek. Első körben bejelenti neked, hogy ilyen függőségek nincsenek. Ebben teljesen igaza van, mert a függőség, amit ő elvár, és ami bent van az aurba, természetesen megváltozott, hiszen minden Python 2-es cucc elé oda került az, hogy Python 2. Oké. Értelemszerűen, hát ilyenkor mit csinál a szegény ember? Elkezdi keresgélni a függőségeket, és felállít egy stratégiát. Nyilvánvalóan végignéztem a lehetőségeket, és ez a sorrend, illetve ezek a függőségek, amik elvárhatóak, azaz elindítod a telepítést Python 2. Akármivel, jaj, paru, vagy ami neked tetszik, szépen lefut, erre felkészülhetsz, hogy 5-10 percig is futhat egy gyengébb gépen a telepítés, mert mindent ellenőriz, nagyon szépen föl fog települni, legalábbis nekem szépen feltelepült, nem volt ebben semmi gond. Majd utána ebben a sorrendben, pontosan ebben a sorrendben kell felrakosgatni a programocskákat. Miért? Mert gyakorlatilag a függőségeket így tudod folyamatosan kielégíteni. Mondjuk, hogyha az xlibet akarod, Python 2 xlibet először feltenni, rögtön hisztériás rohamot kap, hogy neki a Python 6 az, ami mindenképp kell, és annélkül ő nem tud élni, szóval kerüljük már ki azt a felesleges fél napot, amire én rájöttem a sorrendre, és telepítsük fel ilyen sorrendben, és utána már fel tudod rakni az XATK-t. Oké, ezt elméletileg el is indíthatod, rögves, de én azt mondom, hogy a mkdir kötőjel p hullámvonal per pont xatk könyvtárat hoz létre. Létrehozhatod ezt már természetesen grafikus eszközzel is, de én azt mondom, hogyha már terminálba rakosgattuk fel, ezt a két sort oda bedobni villámgyorsan megoldható, majd utána elindítod, hogy XATK, kötőjel, kötőjel, print, kötőjel, diffu, kis kacsacsör, átirányítjuk ennek a kimenetét, ebbe a fájba, hogy hullámvonal, az előbb létrehozott könyvtár, és XATK, RC. Ettől elméletileg eltérhetsz, mert az XATK-t fel tudod úgy paraméterezni, hogy másik könyvtárba legyen a file, amiből ő szedi az adatokat, de én azt mondom, hogy ez teljesen fölösleges, én ide bemásoltattam, és működik is a dolog, azaz utána az XATK-t elindított rögvest, OpenBox alatt biztosan, pár egyéb asztali környezetben, illetve ablakkezelőben biztosan megjelenik az a kis betű, amire mi vágytunk, azaz minden ablak kap egy betűkódot, és ezek után te már villámgyorsan tudod ezt kezelni. Következő gondolat, micsoda? Természetesen a beállítás. Gyakorlatilag a beállító fájt meg tudod keresni, itt van, ide írattuk bele az alapbeállításokat. Én ezzel nem is nagyon akarok foglalkozni, megnyitottuk, és ezt szépen fölnagyítom, és mit csinálunk? Több olyan dolgot érdemes beállítani, ami szerintem egy kényelmi dolog. Ha valaki aktívan használ billentyű kombinációkat, vagy esetleg OpenBoxot, i3-at, akármit, tehát egy egyszerűbb ablakkezelőt, amivel minden hozzá van kötve a gyors billentyűköz, ő neki nem feltétlenül jó a Windows gombhoz kötni a betűket, ezeket a léptetéseket. Miért? Mert valószínű, hogy az X plusz A betű, vagy az X plusz N betű már ő neki le van foglalva. Ez kellemetlen, mert akkor nem tudja a program, hogy mit csináljon, nem tudja az operációs rendszer, hogy ő neki most mit kell csinálni. Például a Windows gomb és az N-nel tudok ide léptetni,
ezt állította be automatikusan, dinamikusan az XATK, akkor Windows plusz N-hez hozzá van kötve a akármilyen program indítása, akkor ottan ütközés lehet, és sipol a gép, hisztizik, hogy ő neki ez így nem jó, vagy nem, csak azt nem tudod, hogy miért nem fog működni semmi. Én úgy gondolom, hogy mivel van lehetőség az XATK-nak a konfigurációs fájlába ezt átélni, az első léptetésben én bizony át fogom írni, hogy ne szuper legyen, hanem Ctrl-Alt. Jó? Ctrl-Alt. Vegyük észre, hogy bármit, F12-t, vagy egyéb kombinációt is el fog fogadni, tehát nincs ahhoz kötve, hogy a módosító billentyűket lekösd ehhez, hogyha neked az a kedvenced, bár elég kényelmetlen, hogy az F12-höz például hozzá tud kötni ezt a lehetőséget, F12 plusz a betű lenyomásával akarsz ideugrani, akkor természetesen azt megteheted. Értelemszerűen csinálunk egy mentést, biztos, ami biztos. A következő gondolat nyilván nekünk nem QWERTY, hanem QWERTY a billentyű kiosztásunk. Odafigyelünk a nagybetűkre és megváltoztatjuk. Következő lépés, amit igazából el kell gondolkodni azon, hogy mi legyen a fejlészbe kírva. Először legyen az ablak neve, mindidáig az ablak neve, és utána a betű, vagy ennek a fordítottja. Én azt gondolom, hogy mindenki úgy állítja be, ahogy neki kényelmes, de én ezt meg fogom fordítani. Miért? Azért, mert itt elől van a név. Az nekem nem kényelmes, persze rámutatok, és megjelenik a kis nézőkép. A Tint2-est használok, a Mabox Linux-ba így be van állítva, ezt is át fogjuk variálni, de jelen pillanatban nem ez a lényeg. Szóval, ha oda megyek, akkor megjelenik, de hát akkor megint meg kell fognom az egeret, hanem én ezt szeretném megváltoztatni, gyakorlatilag legyen elől a betű, és mögötte legyen például a név. Oké, és szuperül meg fog fordulni az egész, majd hogyha újraindítjuk a dolgokat, és akkor természetesen elő lesz a betűkód, és utána lesz a név, ablaknak a neve. Ez így számomra kényelmes, meg azt is észre lehetett venni, hogy én egy kisebb távolságot hagytam a fejlészben, itt a név, illetve a betű között, mert szerintem az egy picit jobban néz ki. Oké, ez a beállítás már megvan. A következő beállításunk a múltbéli adatoknak a mennyisége, hát nekem a 20 az igazából nem fog megfelelni, legyen 100. Miért érdemes ezt 100-ra felvenni, és nem elfelejteni, lementeni? Azért, mert ő megjegyzi, hogy az előző programoknál, amikor futott mondjuk a Discord, ő a J betűt tette hozzá. A J betűt tette hozzá, és akkor, hogyha legközelebb elindul a Discord, akkor a J betűt fogja hozzá passzírozni, hogyha éppen az a menet közben szabad. Itt nem kell attól megijedni, hogy egymással fedi, például a Discord J, meg a Facebook J, ez mind a kettő J betű, nem lesz ezzel semmi gond, hogyha ő észreveszi, hogy már ki van osztva mondjuk a Discordnak a J betű, akkor a következő Facebook nézegető cuccomat bizony nem J betűvel fogja ellátni, ha nem fut a Discord, és nincs lekötve a J betű, akkor megkapja a Facebookot nézegető akármi. Oké, szuper, igaz? Szuper! Tehát nincs avval semmi probléma, hogy 4-5-6-hoz a J betűt hozzárendeli. De én nekem az az elképzelésem, hogy érdemes lenne valahogy úgy beállítani, és az esetek nagy részében működni is fog, hogy amikor összeszed magának itt mondjuk egy 40-50-et, 20-ra volt beállítva, tehát 20-nál több nem igazán futhat itt, tehát nem találhatunk 20-nál több bejegyzést, akkor mit teszek? Lefut az 50 ablak, tehát jó sok adatom lesz, és elkezdem szépen átirogatni a betűket, például a Discord ne J betű legyen, hanem D betű. Nem erre találták ki ezt a dolgot, hanem csak arra találták ki, hogy hát bizony, hogyha múltban J betű volt a Discord, és nem kapott az előzőekben más betűt, mint J betű, akkor most is legyen J betű. Tehát egy picit
önötanuló módon megjegyezheti az ember, hogy a Discord az a jé volt hozzátéve, de hogyha én megfelelő mennyiségű adat után szépen átírogatom, és berendezem szépen őket, akkor értelemszerűen mindig az esetek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy részében a D betűhöz lesz hozzákötve a Discord indítása, illetve nem is indítása, hanem a Discordhoz való odalépés. Egy kis gondolatébresztés, hogyha billentyű kombinációval indított, például a Windows D-vel indítod a Discordot, hozzárendeled itt a D betűt a Discordhoz, akkor már meg is jegyzed, hogy az indítás is D betű, és az odaugrás, ha inaktív az ablak, az is D betű, tehát nem kell nézegetni a fejlécet, hanem egy izommemóriából meg tudod tenni. Természetesen lejjebb lapozok. Látható, hogy teljesen ki van kommentelve ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy van egy komolyabb beállítási lehetőség is, szabályrendszer összerakására lehetőség is, de ez engem annyira nem érdekel. Lehet, hogy a későbbiek folyamán érdekes lesz számomra, de jelen pillanatban örülök, hogy odaugrik a betű lenyomásával, illetve módosító és a betű lenyomásával, ahova kell a fókusz. Azaz nagyon-nagyon kényelmes megoldások vannak benne, át kell nézni, el kell olvasni. Ahogy lehet látni, a kikommentelt részek igencsak pontosan és szépen leírogatják azokat a dolgokat, hogy mi micsoda, milyen csoportosítások vannak, hiszen logikusan én 4-5 terminált is megnyithatok, igaz? És ahhoz nem feltétlenül lenne jó, ha mindegyik egy betűt kapna, vagy kinyitok 10 darab terminált, na jó, annyit nem, de 5-6 időnként nyitva szokott lenni, akkor mindegyik T betűt kapna, mert terminál, igaz? Terminál, akkor nem tudna odaugorni. Az se lenne túl ideális, hogyha nyitva van 10 darab egyforma program, ugyanannak a programnak több ablaka, akkor ez a kis butuska mindegyikhez hozzárendelne egy-egy betűt, lefoglalva az ABC nagy részét, hiszen 20, 30, 40, 50 akármi darabszámú betűt tudunk kiosztani, ami kényelmes számunkra. Nem, ő azt csinálja, hogyha terminált, megnyitok egy terminált, mondok egy betűt, T lesz, a következő terminál ugyanaz a megnyitásával, bizony azt fogja írni, hogy T meg egyéb másik betű, amikor a harmadik a T meg megint egy betű, tehát nagyon szépen logikusan elköveti azt, hogy ne halmozódjon egyforma betű több ablakhoz, meg ne használjunk el egy program több-több-több ablak megnyitásával egy csomó betűt, ma a többieknek nem jut. Na hát, remélem, hogy mindenkinek egy picit érdekessé tudtam tenni ezt a témát. Én úgy gondolom, legalábbis jelen pillanatban, ebben a másodpercben, hogy ez egy olyan program, amit én meg fogok tartani, hiszen kényelmesebbé teszi az én munkámat, és a gyorsítás, amit ezt elérek, igen, nem egy olyan gyorsítás, hogy oda teszem a kezemet az egérre, és akkor oda kell vinni, és akkor az 3 óra, és elmegy vele az életem, vagy 2 perc, nem. De az az 1-2-3 másodperc, fél másodperc, akármennyi, azért gyorsítja az embernek a munkáját, meg ráadásul, ha az ember megszokja azt, hogy előbbi példa terminálhoz hozzá van szögelve az, hogy Ctrl, Shift és T, akkor semmi gondja nem lesz, villámgyorsan leüti, és előugrik, aktív lesz a terminálunk. Hát, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek azért figyelmébe ajánlom azt, hogy a program telepítés azért egy kicsit macerás, meg hogyha nem árcsot használsz, illetve félsz az aurtól, hiszen sokan nem kedvelik az aurt, nyilvánvalóan ezeknek a telepítéseit, hát bizony nézzétek át, gondoljátok át, mert Debian alatt nem próbáltam ki, bevallom őszintén, nem volt rá kedvem. Köszi szépen, sziasztok!